A jótékonysági gálamérkőzések nem elsősorban győzelemről és vereségről vagy pontszerzésről szólnak, sokkal inkább a felszabadult, közönség szórakoztató játékról és a nemes célról, a támogatásról. Az már a találkozó előtt kiderült, hogy ebből jelentős összeg gyűlt össze. A jelképes csekket a két csapat játékosai adták át a Moson-Magyaróvári Karolina Kórház gyerek- és szülészet nőgyógyászati osztályának. Az MKCS-e és az ETO is 150-150 ezer forintot adományozott az intézménynek. A mérkőzés a testvércsapatok között a rövidebb játékidő a 2x20 perc ellenére is mozgalmasra és szép jelenetekben bővelkedőre sikerült. A győriek nem a megszokott bajnoki kerettel játszottak. A nagyrészt fiatal tehetségek alkotta együttesben Orbán Adrien, Korsós Dorina és Janek Nednikova jelentette a rutint. A zöldfehérek így is vezettek a szünetben 11-10-re. A második 20 percből már Szepesiék jöttek ki jobban és meg is fordították az állást. 23-20-as MKC siker lett a vége. Persze nem csak a meccsről szólt minden. Ez az egész nap azzal telt, hogy végül is jótékonykodtunk, voltunk kórházba is, gyerekeknél, kisgyerekeknél, nagyobb gyerekeknél is. Igazából ez a nap arról szólt, hogy adjunk. Nagyon jó dolog, hogy tudunk jótékonykodni és segíteni így a kézilabdával, úgyhogy nagyon szívesen jöttünk erre a meghívásra is. Próbáltunk felpörögni, igaz nehéz, mert nagyon nehéz héten vagyunk, mentünk keresztül, mert ilyen alapozást csinálunk, és tényleg minden nap két edzés, és nem csak másfél óra, hanem két és fél három óra is akár, de persze azért egy 2x20 perces meccs még belefért, jól éreztük magunkat, az eredmény persze másodlagos, de szeretünk volna nyerni, de nem így alakul, de rengeteg fiatal szóhoz tudott jutni. A két csapat ezzel a mérkőzéssel zárta az évet, most rövid pihenő következik. Az ETO legközelebb bajnoki mérkőzésen január 3-án lép pályára, a zöldfehérek akkor a Fehérvárt fogadják.